Február 14-én Bálint napján adták át 21. alkalommal a Budai Gellért szállóban a Magyar Alapítású Nemzetközi Irodalmi Díjat, a Balassi Bálint emlékkardot. Ezt az elismerést minden évben egy magyar költő és egy külföldi műfordító kapja. A 16. századi magyar költő óriásnak emléket állító elismerés a magyar irodalmi életben évtizedek óta széles körben elismert költőket, valamint a magyar irodalmi élet és a benne Balassi Bálint költészetét fordító európai szelleműségű külföldi poétákat jutalmazza. A magyar díjazott Szikra János, őt én is gondolkoztam, hogy hogy mutassam be, hogy milyen költő. Végül is azt mondtam, hogy a legkiválóbb költők egyike, mert ha elkezdenék valami jelzőt tenni, akkor hogy szűkíteném. Ő egy igazi költő, egy teljes költő, mindenféle szűkítés nélkül. A kiváló Nelson Asher pedig, hát itt láthatok, milyen varázslatos egyénisége van, és amikor tavaly is itt volt egyébként más célból, de látta ezt a rendezvényt, és ahhoz képest 7 hónap múlva küldte azt a verset, amit most itt bemutattunk. Tehát ebből láttam, hogy mennyire alapos ember, hogy nem akar rossz művet kiadni a kezéből. Az, hogy tudok magyarul, és még, hogy tudom, hogy a magyarok hogy fordítanak verset, és próbálni ezt bevezetni a nyelvemben, hát legalább ezért mondom, hogy azt hiszem, hogy valamit tettem a nyelvemért, a portugálért, ebben valamit odaadtam, mondjuk valamit hozzátettem. A két díjazott az irodalmi elismeréshez kapcsolódó borverseny nyertes borát, valamint egy Balassit megtestesítő porcelánszobrot kaptak a kard mellé nyereménygyanánt.